Szevasztok gyerekek, Even újra itt lenne egy Minecraft videóval. Ugye nagyon-nagyon rég volt már a csatorna Minecraft. Elkezdünk egy hardcore sorozatot. Nem tudom ezt így miért adja be. Az előbb már felvettem egy 50 perces videót. Hát 50 perc után, hát addig bírtam így a hardcore-t. Sajnos meghaltam, pedig már elég jól haladtam amúgy. Mindegy, akkor kezdünk egy újat. Ezek alap dolgok. Ja, csapassuk, új világot generálunk. Remélem most olyan hamar azért nem fogok meghalni. Amúgy most közben azért próbálok menteni is majd. Nem ám az lesz, hogy nem halok meg aztán izé. Elveszek minden cuccaim, csak mert leáll a gép, meg ilyenek. De kinézem ebből a gépből. Hát megint egy elég jó helyre spawnoltam úgy. Csupa erdőség az egész. Amúgy... abban a videóban is... Hát rengeteg mindenről beszéltem. Most mindent mondhatok el újra. Na mindegy. Lényeg, hogy FIFA miatt már nem kell aggódni. Elő lett rendelve. 29-én megjelenés napján valószínűleg egyből ki is fogják hozni. Úgyhogy szerintem már aznap fölveszem a videót. Remélhetőleg. Róla. Hát az első videóban azért én nem tudom, hogy mit kéne majd csinálni. Majd a sors eldönti. Közben itt van egy csirke, amit le kéne ütni. Sőt, van még egy. De ez most hova tűnt? Hát, tegyem meg. Na, oda pont jól beszorult. Kell a toll, kell. De szépen elrakjuk. Itt van akkor még egy, meg ott is lesz majd még egy tyukocska csirkecske, mi a ide a nem ennek. Csirke. Te már ezt szaladgáljál már itt, ez nem fogócska. Ez a halálod napja. A kölgésekért elnézést kérek meg, hogyha néha kicsit belaggol a játék, hát a lag az nem tudom, hogy miért van. Kőgés ez azért, mert meg vagyok fázva még azóta is. Ó! Már is találunk vasat. Meg szenet. Craftolunk egyet. Ezt egyből ide szépen lepakoljuk és gyártunk csákányt. Meg igazából nem csak csákányt kéne gyártani, szóval kell balta. Kell ugye a csákány. Szerintem még egy baltát csinálok. Lehet, hogy fölöslegesen, de nem baj. Kard. És egyelőre ennyi elég szerintem. Lejövünk egy kis kőért. És akkor craftolunk kőcsákányt, hogy a vasat onnan fel tudjuk szedni, meg gyorsabb legyen a szénnek a felvétele is, a felszedése, akkor inkább úgy mondom. Ez hol van? Ja, itt. Aha. Itt még van egy ilyen másik kis terem is. Elég érdekes kialakítású kis helység. Na. Akkor inkább ide lerakjuk az asztalunkat. És már is itt a kőcsákány, amivel szét tudjuk. És hát fel tudjuk szedni a vasat. Vas! Nehogy már csak kettő legyen. Komoly. Jó, mindegy, a szenet azt azért gyorsan elraktározzuk. Úgy azt is mondtam az előző... Hát nem előző, hanem a...
Az előző próbálkozásnál akkor azt mondom, hogy igen, én egy olyan Minecraftos gyerek vagyok, aki úgy kezd el játszani túlélőben is, hogy egyből keres egy falut. Hogy biztonság van, hogy... Én szeretem magam biztonságban érezni. Szóval itt a játékban is ezt majd észlelni fogjátok. Megérzékelni, meg minden. Szinonima. Jó, szerintem ide többet nem fogunk lejönni, mert keressünk majd egy falut. Úgyhogy azért fölpakoljuk egy kicsit a szekeret szénnel. Tényleg forest is rég volt, azt is most jut eszembe. Azt is lehetne majd gyártani valamikor. Talán már ti is hiányoljátok, nem tudom. Mármint a forestet. Szennet is odarakjuk szépen a leltárba, nem kell ott foglalni a helyet. Hátulról betámadjuk a csirkét. Így együttés. Általában közben itt lett egy tojás valahol. Ha jól hallottam, ezek szerint rosszul hallottam, nem tudom. Gyere, disznó, ez az. Köszi. Merre kéne menni? Az itt a nagy kérdés. Hát valamerre elindulunk azért. Most megint akkor próbálunk találni egy falut, ami nem lesz túl egyszerű dolog, hiszen a próbálkozás videónál is időbe tellett, amire találtunk egy falut. Jó, bárányokat most nem ölünk, majd a későbbiek folyamán. Át kéne valahogy oda jutni. De nem tudom. Jó, menjünk. Ha éhesek leszünk, akkor itt most van 5 darab nyers húsunk. Az talán ad egy kicsit az éhségen, vagyis hát valamivel ezért csökkenti az is az éhséget. Az ott, oké, az olyan fa, akkor arra tudunk még menni. Mert ha nem olyan fa lenne, akkor már felesleges lenne, mivel olyan helyen, ahol olyan fák vannak, arra nem igen szokott lenni falu. Ezt tapasztalatból mondom. Arra azok a fenyőfa izék vannak, fenyőfélék. Ott azok az érdekes, nem tudom a nevét, ez milyen fa. Mindegy. Oh, miért estünk ilyen nagyot? Jaj, de ugrálni kell, ezt is utálom. Mi ez az FPS? Izé 30-al megyünk. 30 FPS-sel döcögünk. Ezt csak döcögésnek mondom, mert ez nem több annál. Jó, persze most tölti be a textúrát, akkor úgy még meg is értem. Nyugalom, találunk egy falut, és sokáig ott leszünk, akkor már nem fogunk laggolni. Na most ilyen minimális laggok vannak. Néha bemegy 30 FPS alá. Érdekes. Itt megint erdő van? Hát nem hiszem el. Mindegy, arra még át tudunk talán menni. Remélem, hogy nem az egész ilyen izé lesz azokkal a fákkal. Hát, ezek szerint mégis. Látva ott a grafikát. Grafikát? Hát, ja, azt is. Attól, hogy betöltött a chunks. Jaj, közben zabálni kéne, mert... Jó. Most a csirkehús jön majd. Hogyha éhesek lennénk. Van még 6 darab kövem. Én gyártok, hogyha nem bánjátok egy faásót. Faásót? Követ? Kőásót? Nem a követ ássuk, nyugi.
Ja, ma ezért akartam kérdezni a karakteremet, hogy hogy lehet megváltoztatni nő karakterről férfivé, férfire, mert én nem értek hozzá. Úgyhogy ha esetleg valaki tudja, hogy hogy kell, és leírná nekem kommentbe, azt nagyon megköszönném, mert én nem akarok nő, vagy hát csajjal menni. Én Steve akarok lenni. Na, itt most ismét talán jó hely lesz. Nem hiszem el. Na. Itt még zombi is van valahol. Nagyon jó. Na, talán kiértünk. Aha, itt. Őha, creeper, zombi, minden van ott. Az ott egy jó hely lett. Várj, ott mit csillogott annyira? Falu. Igen, ott a falu. Itt a falu, megvan. Nem kell tovább menni. Találtunk egy falut. És remélem, hogy itt van olyan ház, ahol amiben van láda. Mert nekem arra szükségem lenne. Hát nagyon remélem, hogy van. Ez nem olyan. Templom van. Viszont olyan ház, amilyen kéne, olyan nincs. Minden nekünk ez a ház, ez jó le. Nem ez, nem ez, nem ez, nem ez. Egy olyan, ami nem is ez, hanem szerintem ez lesz az olyan. Igen. Ilyen ház kell nekem. Ez az. Megvan. Oké. Ja, hát ezért nem tudok most akkor csinálni semmit szinte. Mert fám sincs. Itt meg valamit ezzel kéne kezdeni, mert ez így nekem nem, nagyon nem tetszető helyzet. Ja, itt van még egy ház. Értem. Érdekes. Nincs arra még egy falu. Egyelőre nem látni. Hát jó, van mindegy. Nekünk ez is jó lesz. Elég szép környezetben van, csak az a baj, hogy ennek a szép környezetnek ára van. Látjátok, ilyen tisztításokat kell végezni, hogy rendesen tudjunk itt közlekedni, meg ilyenek. Hát figyeld, oda nő a házra, hát. Normális ez, családja van? Jó, akkor még egy ilyen izét csinálunk. És most már jó. Ott egy creeper. Ezt is itt lesz egyik, mert így visszavarja azért a közlekedést. Oké, hát földünk van most rengeteg, de más nincs. Úgyhogy ládát kéne gyártani, de hát nincs. Elég fa hozzá. Úgyhogy most várni kell szépen a napfelkeltére. Az a baj, nem volt itt most olyan ház, amiben van láda. Mert abban a ládában általában jó cuccok szoktak lenni. És azért az mégiscsak befolyásolná itt az egész dolgot valamilyen szempontból. Hoppá! Szerencse egy. Két smaragd. What? Ez mi a franc? Kicsit leveszem a hangot, hogyha nem bánjátok. Főhangerő 50. Áttörtek egy. Ajtót. Közben mindent leveszek. 50-ig. Én magyar nyelvre állítom, úgyhogy ez így jó. Na. Jó.
Hát itt most egy ajtót ugye szétszedtek a zombik, be akartak jutni, hát szerintem sikerült is. Hát most akkor várhatunk egy kicsit. Skeleton, ott volt nemrég egy boszorkány. Céklánk az lesz rendesen, ahogy elnézem. Itt aztán kell majd pucolni, mert itt tiszta föld minden. Viszont ez egy biztonságos ház. Az a szerencse, hogy volt itt ilyen. Nem tudom így, miről akartam még beszélni amúgy. Hát annyit azért itt le kell szögezni, hogy kell ágy. Ágy nélkül itt nehéz lesz. Itt hosszú éjszakák lennének, az biztos. Remélem van a közelben bárány. Ott az disznó. Arra nem tudom, ott egy zombi megy. Menj már be! A házba, te falusi! Te! Hát mit képzés meg a drú? Kőkardot készítsünk, pont elég cucc van hozzá. Bányászni is fogunk majd. Mert azért az is kell. És azt remélem nem fogunk olyan rövid ideig tartani kapacitással, mint az előző próbálkozásomnál. Ja, azt akartam én mondani, hogy valószínűleg úgy lesz ez az egész hardcore dolog, hogy videókban és egyszer-kétszer majd live-ban is lenne, hogyha nektek az úgy megfelel, meg hogyha szeretnétek, akkor majd live is lesz. Persze akkor ugyanezt folytatjuk, majd nem kezdünk újat, kivéve hogyha közben meghalunk, akkor igen. Csak azt akkor még előtte be kell állítanom majd mindent. Azt hogy nem támadták meg ott? Most mentem mellette a zombi. Az igen. Aha, most már itt is akar bejönni. Ja, ez falusiból változott át, úgyhogy vigyázzunk. Ja, jöhetne már föl a nap. Beengedjem a szétüssem. Remélem itt csak egyedül van. Jó, nem nyitom ki. Majd úgyis elmennek reggel, vagy nem. Majd ide jön a láda, ide két kemencét tervezek majd készíteni. Csak hát ahhoz ugye kő kell. Szén most van egyelőre. Csak mert rengeteg kő is fog kelleni, rengeteg fa. Vas. Utána majd a gyémántra fogunk hajtani természetesen. Csak hát nem tudom, most is ugye elég rosszul csináltam, mert lementem egy bányába, ami ott volt ugye a faluba. Aztán hát ott volt egy skeleton, az meg szépen csak lőtt engem rengetegszer. Egy HP-m volt, pont ugrok a izén, hogy mondom, már épp kiértem volna, erre lelőtt. És akkor ott volt vége. Kezd már feljönni a nap? Na kicsit, mintha ízésebb lenne.
Ja nem, most megy le a hold, és akkor onnan fog felkelni a lap. Értem. Menj már innen. Minden ronda vagy. Úrist. Szegény falusi azért. Azt gondolom ott kergetnek valakit. Ja. Azt ott. Gondolom én. Most egy időre megmenekült. Átmentek máshova. Na gyerekek, akkor... Máshogy nem fogunk tudni kijutni. Csak úgy, hogy kinyitjuk az ajtót. Viszont ezt a falusit innen el kéne valóban kergetni, mert... Rá fog menni ez a... Kis zombi. Minden megvárjuk, amíg teljesen kisüt a nap, és akkor onnantól... Indul majd a banzáj. Viszont itt rengeteg fa van. Ezt az egészet a gyerdőség veszi körül. Mindenféle fa van itt. Úgyhogy... Várja, ez milyen eszközkovács? Ja, akkor azért a dásót. Takarodjál innen, takarodjál! Milyen érdekes szemöldöke van, és meggyújtott! Mindegy, meghalt. Jaj, menjen vagytok itt! Jézus úristen! Azt a mindenit. Takarodj már. Takarodj már. Takarodj már. Te is. Takarodj. Hármasok vagyunk közben. Jó, ezek itt már mind meghaltak. Megúsztad. Társvírem. Megúsztad. Sok rovatust kidobjuk. Kezdjük el szedni a búzát. Nem már! Nem hiszem el. Bakker. Jó, 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 jó. Takarodjál, légy szíves. Mondom, takarodjál, légy szíves. Szerintem itt az erdő az tele lesz. Zombikkal, szóval... Ez még csak a kezdet. De minden nem ebben a házban fogunk lakni, inkább. Craftolunk kenyeret. Töltődjön az életünk azért. Jó, akkor ez a nyert csirkehús tesszük meg. Nehogy már most elkezdett a dizéni. Az éjséget le fogja vinni, csak azért, mert nyers hús volt. Hát mindegy. Rohadt hús mit keres a leltáromban? Aha, értem. Oké. Okay. Készítettünk egy vízesést. Nagyon profik vagyunk. Itt akkor majd kapva is fog kell lenni, ha minden igaz. És akkor kezdjünk el fát vágni, mivel szükség van rá. Nem csak a deszka, nem csak a deszka miatt, hanem hogy megcsináljuk újra ezt a kis izét. Jó, a búzát ide félre lehet rakni. Persze ferdén rak le. És pont egy darab kell. Mindegy, itt van most. Szépen kivágjuk.
Jelen. Így. És akkor mehetünk ide is szedni növényeket. Hát ez így jól meg van csinálva itt ez a izé, mert itt simán járkálnak a szörnyek. És gondolom van is benn pár. Nem szabad eldobni a földet. Céklamag. Ott is van bejárat, hát mindenhol van. Ez is csak felet ad, mint a krumpli. Hát mindegy. Rengeteg céklamagot kapnunk így. És van krumpli, akkor gyorsan azt kiszedjük, és itt van répa. Aha. Burgonyát félre rakjuk, kenyeret ide. Ja, hát kéne a kapa. Most már azért. El kéne. Mert nem csak itt kell megcsinálni, hanem fönt is. Így né. Ez meg akart már támadni, aztán meghalt. Az jó. Vagy pedig itt volt lent. Nem tudom. Ezeket a lyukokat valahogy be kéne tömni. Vagy pedig bejáratot csinálni. Hogy le tudjunk majd későbbiekben menni. Jó, ide fölösleges. Most már le tudnánk jönni. Ott van vas. Kevéske, ott egy creeper. Az ott mi? Ja, tinta. Aha, ott is volt egy vas. Jó, hát ide akkor játszom, hogy letérünk. Most meg jön ki onnan a zombi. Na gyere. Csak ne menj rá a veteményesre, kérlek. Mondtam valamit. Hát de megint most. Hát de... Nem hiszem el. Összpont akkor izé esek be a vízbe, mikor ma. Hát itt most rengeteg zombi lesz. Ez egy nem túl okos, nem túl biztonságos hely. Sajnos. Viszont most tudunk gyártani 6 darab kenyeret, ami jól jön. Eszünk is. Így. És akkor most legyártunk egy ládát. Így. Kraftolunk. Ja, van kőcsákányunk, akkor jól van. Fakordot el kéne használni. Én gyártok akkor 2 darab kőkardot. Jó, csak egyet tudok. Bakka. Enjünk céklát. Tudjuk fel fúrra a zét, kaját. Oké. Rohadtus, megint nálam van egy darab. Így nem megijesztettél ott, barátom.
Ja, a répát kéne leszedni. Az viszont ad. Ott is van ötteményes, meg ott is. Ó, jó van. Ja, izért akartam menni. Bárányért, vagy birkáért, hogy mi az. Oké. Répa. Jó, hogy már van belőle 7. Jó, egyelőre nem akarnak kijönni onnan. Hála jó Istennek. Cékla mag. Vessünk cékla. Úgyni. Jó, ezeket így már megvárjuk szerintem, hogy az összes meglegyen. Viszont itt is van répa. Cékla. A répa az azt hiszem többet ad azért kajára, mint a cékla meg a burgonya. Mert a burgonya is csak egy felet. Vagyis hát olyan fél izét ad. Bárány kéne. Vannak tojások. Pont eltűnt. Az csirke, ez is itt csirke. Fehérnek fehér, de hát... Ó, ott van egy. De nekem sajnos nem csak egy kell. Na akkor termesszünk tyúkokat, csirkéket, én azt mondom. Vagy tenyészünk, vagy hogy szokták ezt mondani a nagyok. Dobáljunk tojást. És nem jött. Itt van egy lopaci. Kattu csirke. Ó, még ő is kapott belőle. Hát bocsi. Ez van. Ezt kell szeretni. Drága barátom, csak nem menekülj már. Ezt a bárányt valahogy meg kéne ölni, de ez már használok inkább kőkardot. Hogy hamarabb meglegyen, mert... Oké, adott egy gyapjút. Itt van még egy. Az meg fekete, vagy barna, vagy nem látom, mert sötét van. És fehér, nincs több. Nem, hogy már csak kettő legyen, akkor nem tudok ágyat craftolni. Ott van egy messze, azért nem... Ott is van egy. Meg itt is. Akkor meg lesz az ágy. Már fekete is jó hozzá. Szóval tök mindegy. És most fölöslegesen jöttem ide még egyre, hiszen ott volt fönn a másik. Viszont most akkor sprint van haza. Meghalni azért most még nem akarunk. Hát akarni sose akarunk, de hát... Most még végképp, mivel még a legelején vagyunk szinte. Megzabáljuk a kenyeret. Úgy. Már is jönnek a zombik, igen. Így kell ezt csinálni, itt már sétálgat is a csicskája. Na. Kraftolás. Legyen egy ágyunk. Ejjjaj, ejjjaj, nehogy szétszed, mert nem tudom, mit csinálok veled, de... Miért ilyen hangos az, hogy üti a... izét? Azt a szar. Szétszedi. Takarodjál kifelét egy csicska, menj már innen. Ne! Maradjál, maradjál, maradjál. Gyere. Gyere, gyere már. Gyere be, te szar. Gyere be. Jó, akkor maradjál kint. Nem bánom. Olvás. Hú! Megvan az ágy. Megvan az első alvás. Mehetünk igazából ölni a... az itt megmaradt zombikat, mivel biztos, hogy maradt. Ott egy skeleton.
Aha. Ó, a kis csicska, figyeld. Figyeld, hogy szalad? Menj már innen. Mit csinálsz? Takarodjál már haza. Nem tanítottak ki téged illemre? Mit csinálsz? Nem hiszem el. Persze, még a páncélos izé is jöjjön. Hát szerintem is. Ezek hogy szalad? Hát... Halljál már meg, hát nem hiszem el, még Enderman is itt van. Halljál már meg! Na, azért. Szóval sok rohadt húst, meg már eldobom itt. Meg már lassan az agyamat is! Tudtam, hogy itt lesz. De most innen nem jössz ki. Rohadé. Jó, hatos szint, meg is van ugye már. És itt volt egy páncélos lovag. Valahol hallani, hogy itt van. Aha, oda beszorult. Még itt... Ja, itt szedték akkor szét az ajtót. Aha. Adjál valami páncélt, kérlek szépen. Még itt elég sok ütés lesz, mire meghal. Ez az! Jó, fölvesszük egy kis védelmet, azért adjon. Meg ide kéne craftolnunk egy ajtót is. Nem lenne rossz ötlet. Ne jezgessél, azt hittem rád is, hogy izé zombi vagy. Nem. Széklát teszünk. Töltődjön az élet. Kell jó sok deszka. Úgy itt van még. Ajtót ebből már tudunk craftolni. Tehát amelyik házakon most nincs ajtó, de most akkor rakunk. Azt hiszem három ajtót kapunk, hogyha megcsináljuk. Igen. Úgyhogy három ajtót most tudunk rakni. Hát ilyenre fölösleges szerintem oda rakni. Ide viszont azért mégiscsak el kéne. Oké. Okay. Ezeken van. Templomon is van. Pap. 40 rohadt húsért ad egy smaragdot. 9 aranyúdért egy smaragd. Hozom a rohadt húst. Gyűjtünk tő, vagyis hát gyűjtünk akkor most. Kicsit. Csak az a baj, eddig átszoltam az összeset. Most meg kiderül, hogy 40 darab irad és maragdot. Ez simán megéri. Erre is dobtam el valahol, nem? Erre itt mindig dobáltam el. Ezek szinte az útra eltűntek azok. Facsemete. Majd jól jön. Birka. Bőr is kell. Meg a húsuk is. Ugye? Ez a dolog. Vágó híd. Aha, kettő bőr jött belőle. Oké. Okay. Akkor azokra a kis házakra is rakunk. Ajtót, ha már másikakról nem hiányzik. Jó, mehetünk vissza. Hat van darab. Deszka. Ami van. Akkor rakjunk egyet erre is.
Hát ha valaki ebbe akar menekülni, mondjuk az jó hülye lehet. Ide még nem tudom, hogy hogy lehetne bejutni. Csak ugrálva. Mert most azért nem fogok craftolni itt lépcsőt, hogy ebbe a kis akármibe be lehessen menni. Amúgy ilyen hosszú részeket tervezek, így alapból is, szóval mi meglátjuk, mi sül ki ebből. Hát most még persze menni fogok egy ideig. Meglátjuk most, mi lesz még egy ideig. Templomba fölmegyek, megnézem, ott nem raktak valami újítást, hogy... Ó, oh, rovat hús. Most kifeje... különleges alkalommal azt mondom, hogy most jól jön a rohadt hús. Ajándékot nem raktak ide a templomba. Nem. Hát akkor mindegy. Tojás, 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 tojás. Jöjjön, jöjjön kicsi. Nem jön. Kezdek elfogyni céklából, de ez nem baj. Hiszen rengeteg fog még nőni. Répát is akkor szedjünk. Még ott lejjebb is van, ha jól láttam. Aha. Ja, a búzát is kéne. Kezd elfogyni a kenyér. Mindegy. Szeressük. Na, követ kell vinnünk. Ezt a facsákányt akkor elhasználom a kövekre. A mást nagyon úgy lehet bányászni, csak a szenet. Meg ezeket a másik ilyeneket. De hát nekünk azok nem kellenek. Két kemencét kéne gyártani, az ugye 18 darab kő, de nekem nem csak arra kell a kő, hanem szerszámok készítésére is. Úgyhogy egy 30 darabot minimum viszek, szerintem. Nem muszáj. Úgyhogy most vagyunk 20-nál, még 10 darabot kéne szedni körülbelül. Hiszen tárolni is lehet a követ a ládába, szóval tök mindegy. Amúgy is elfér, 27, akkor még 3 darabot körülbelül. De akkor már be is nézek, hogyha már itt vagyok. Kicsit beljebb, hát ha van vas. Nem, itt csak zombi lesz. Ez egy másik bejárat? Pontosabban egy... És hát mondhatjuk úgy is, hogy kiárat. És közben jön a zombi, aztán nem kéne, hogy meghalljak. Jaj, ez már itt izél. Aha. Esélye szépen? Mondom, esélye? Nem volt nála rohadt hús? Nem. Kezd sötétedni. És fordulunk szerintem vissza. Itt is el tudok menni, szóval nyugalom. És még épp hogy észre tudtam amúgy venni, hogy itt... ez a világos izé volt.
Ha ezt nem látom meghalod, akkor most nem vagyok itt a faluban. Mondjuk az még lehet, hogy jobb is lett volna, hogyha nem jövök ide, mert tele van zombival, meg mindennel. Meg a számukra kedvező igazából mindennel. Ilyen helyek vannak nekik kitalálva. Jó, legközelebb csak akkor jövök felszedni, hogyha az összes beérik majd. Így a növényekből. Addig akkor nem szedek semmit. Vele mit lehet kereskedni? 36 rohadt húsért ad egy smaragdot. Másik... Ugye ez ugyanaz? Ugye ez ugyanaz? Jó van. Föl se tűnt amúgy. Na. Szóval. Ja, a céklát azt itt hagyjuk. Ez a szaros izé, nem hiszem el már. Görgő. Ezen az egéren. Na. És még maradt 15. Két kemencét lerakjuk. Másikban meg a másik részét. Ebbe ez a hús sül, másikban meg az. Meg még ez is itt van, szóval majd ez is bele fog férni nyugodtan. Körülbelül így ennyi lesz ez a házunk így nagyjából. Majd építünk egy sajátot. Hogyha majd itt teleformoljuk az egészet. Tehát én kraftolok még egy ládát. Amit majd telerakok fával. Minden fajtával. Menj innen. Kösz. Így már dupla láda. És akkor majd... Tele leszek deszkával, fával, mindennel. Azokat meg majd áthordhatjuk. Akkor már ide gyorsan berakom ezt. Remélem addig nem fogy el. A tűz. Vagy a láng. Hogy elhasználni a másikat. Jó, oké. Megnyugodtam. Jó, oké. Van marhahús, van birkahús. Van sült csirkénk. Ja. Alias Kis Miklós. Sült csirke, fédisznó. Gyerekek, az az ember az... Az nagyon kemény volt. Ja, a csákány is kéne. Még egyet csinálunk. Még egy kardot is csinálunk. Oké. Így. Akkor majd csinálunk egy boltát is. Bár még lesz egy fa boltánk, hogyha az izét elhasználjuk a másikat. Mindegy. Na. Aludjunk, én azt mondom. Hüpsz. Ja igen, itt a földet akartam eltávolítani. Éha, creeper. Ne. Boszorkány, skeleton, minden van itt, ne! Az igen. Hát valós. Valós. Jön még a creeper. A kis arany páncélos szar. Ennek meg vasásó van a kezébe. Az a rohadt lag.
Téged is élvezhetnélek. Csak hát aranypáncél van rajta. Amiben remélem valamit odaad azért. De hogy majd felsteg is azért ütögessen filmen keresztül. Hát... mégis fölöslegesen ütögettem ez. Mindegy. Várja, itt is... akkor az meg másik pap, aki ott van az én házamban. Megyünk céklát. Gyere le, te creeper, gyere. Úgy-úgy. Gyere szépen. Gyere a papához, nem bánta papa, gyere. Jön most a kisfiam. Itt robbonthatsz egyet, itt bármit. Itt nincs veszve semmi olyan. Úgy. Kösz. Ott meg volt egy boszorkány. Majd azzal is vigyázni kell, hogyha arra fele megyünk. Arra fel akarunk közlekedni. Ha csak el nem tűnt. De hát nem valószínű, hogy eltűnt. Öha, mekkora lyuk van itt is. Viszont itt van szén. Ja, íjat kéne gyártani, de hát nincs fonál. Meg még pókot se találok, hogy legyen fonalam. És azt hiszem 3 fonál kell. Ahhoz, hogy gyárt csak egy íjat. Hoppá. Craftolunk gyorsan egy faásót. Kapát. Nem ásót, hanem kapát. Jó, azt addig félre rakjuk. Ennek a karnak mindjárt lőttek. Ezt szépen is megkapáljuk, minden. Rakunk ide. Várjál. Ja, ide akkor búza. Ide búza jön. Aha. Oké. Kell a kenyér. Van 3 búza, az már egy kenyér, úgyhogy... ez már két kenyér lesz. Valószínűleg. Most ez... why? Why are you doing this? De jó, hogy megint nem arra az oldalra csinálom, de azért te csak... ja. Rendben, és akkor a répa. Jó. Ezt is meg kéne kapálni, és akkor ide megint jöhet burgonya. Oké. Az egész sor itt van, meglett. Ja, amúgy azt mondtam, hogy csak akkor szedem le, hogyha minden egyes sor beérett. Hát hamar meghazudtoltam magam. Ez van. Jó van. 20 darab búza. Egy hián. Hát most már nincs hián. 7 darab kenyér. Lesz 11 darabunk. Innen az a boszorkány eltűnt akkor ezek szerint. Ja, takarítás. Innen ezt így gyorsan el kéne vinni, mert nem látok ki az ablakon. Na. Ez az 36 ér, ez meg 40 ér smaragdot. 8 ér egyet, 8 aranyér, ez megint 9 aranyér egyet. Hát, jó van, meglátjuk mi lesz.
Jó, ide kell. Jó, majd elrendezzük, úgyse itt fogunk lakni, csak ideiglenesek. Ideiglenesen tartózkodunk itt. Szóval tök mindegy. Így. Süskenyenet. Hát eddig is sütöttünk, de hát... Ezek szerint nem számolta. Ott is van jó sok búza, de most azért nem megyünk el. Na. Indre lerakjuk a sülcsirkét, ide a burgonyát. És akkor gyerekek, szerintem ez az első rész, ez így ennyi lett volna. Hogyha tetszett és szeretnétek folytatást, akkor... nyomjatok a videóra egy lájkot, és... ha úgy van, akkor kommentben írjátok le, hogy... szeretnétek, igen, vagy nem tudom, valamit írjatok. És persze, ha nem tettétek még meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. És mondom, videó formájában plusz egyszer-kétszer live formájában is fogjuk folytatni ezt a hardcore-t. Hogyha netán valamikor meghalnak, akkor kezdünk egy újat, tehát azért nem kell aggódni. Következő videó, nem tudom, hogy szerintem a FIFA 16 búcsúztató videó lesz. A karrierben nyomok egy utolsó meccset. Utána már csak 17-tel fogom tolni, mivel már elő lett rendelve. 29-én megjelenik, valószínűleg aznap meg is hozzák házhoz. Én azzal fölrakom, telepítem, kipróbálom. És már megy is föl majd a videó szerintem. Na szóval, ennyi lett volna ez a videó. Még egyszer elmondom, hogyha tetszett, akkor like, meg hogyha szeretnétek, hogy folytatódjon ez a sorozat, akkor is. Úgyhogy, köszönöm szépen a figyelmet, következő videóban találkozunk. Én nem voltam. Sziasztok!